Ó, basszus, ezt elbasztam itt. Valahogy ezt máshogy kell csinálni, nem úgy, ahogy csináltam. Várjatok. Állandóan a izével akarok futni, hogy lenyomom a baloldali stickert, és azzal ugye legugolok. Aztán olyan szinten baszom el állandóan az ugrást, meg mindent, hogy... Lesztek még ilyenek. Miről szól a játék? Igazság szerint van ez a harcos, akit irányítok. És ő felesküdött egy ilyen ifjúnak a védelmére, igazából ilyen örökös, valamilyen sárkány örökös, most pontosabban nem tudom. És akkor őt kell megvédelni, de őt elrabolják, mert a vére az ilyen sárkányvér vagy mi, szóval fontos, és akkor őt kell majd megmenteni, kiszabadítani. Egy gyermeket. Egy uralkodót. Remélem, hogy jól mondtam, nem akarok hülyeséget beszélni. Szimozik, ja! Várjatok, ez hogy van ez? Nézelődik ez a balfék. Amikor elnéz oda, akkor kell itt átmenni, ugye? Ja, szerintem most kell átmenni, remélem. Biztos jó. Meg! Oké. Bassza! Jöttünk, király. Király, király, király. Jó van. Mocsok kigyó. Nem veszel észre. Nem veszel észre. Megyünk. Szegény, szegény lovam. Kokage. Csak egy kis puskapor kellett hozzá és megrémült. És most meghalt, meghalt. Puskapor, aha. A beszélgetés alapján, hogy a ló riasztása az puskapor kell. Ez shortcut? Ha ez shortcut lesz, oké. Nagyon szuper. Nem lehet felugrani. Ó, oké, megvan. Óha, azt le kéne bökni, mint a malackákat, mert...
félbe vagyok. Baszek, mit csinálsz? Öreg! Jó, addig fassa. Na, onnan akarjál lebökni te? Gyere fel! Úgy már fassa lesz, gyere! Azt, lehet, hogy elba. De most ez mi? Nem működik a ability, bassz meg. Imádom az ilyet, nagyon jó. Lehet, hogy nem kéne ennyit várni. Túl sokat vártam, nem kell várni. Oké, megvan a cukor. Megvan ez is. Hú, várjatok csak. Itt egy emlék, ez az, ezt kerestem. Egyszer már legyőztük őket, de bölügyminiszterek seregei túlságosan is erősek, és pont ezért kívánod felhasználni vérem erejét. Nem számít, hogy mennyi erőre teszel szert, addig fogsz harcolni, míg szörnyeteggé nem válsz, ami sem fájdalmat. Az emberek életét. Ez ezt a hullahegyet. És én nem lehet Nora sem módszerrel megvédeni, többé már nem. És sem lehetek olyan erős, mint te, Lord Genichiro. Aha. Rég volt már, hogy ez történt. Érdekes. És elméletileg... itt lesz egy boss fighter, emlékszek. Uha, várjatok. Mielőtt tovább megyek. Ezt a beszélgetést fel kell használni, ugye kell a... és emlékeztek, volt egy árus visszább, én nem emlékszek rá, és őnála meg lehetett venni egy eszközt, az lesz szerintem az. A Firecracker. Úgyhogy menjünk vissza. Azt hiszem itt van. Nem? Visszában? Visszában. Mindegy, nem baj. Menjünk még egy kört. Kelleni fog a Firecracker. A lovas fájtra. Azt hiszem ott lesz valahol. Ez volt az árus, aki fent van, azt hiszem a hegytetőn. Jó, itt már nagyon visszajöttem, de az nem baj. Ő ezen az oldalon nem volt ez a... de, itt is van ilyen leugró. Várjátok, akkor duplán megyünk, mert itt meg van egy ilyen. Igen, ez sérülést okozott, de itt meg van valami cucc. Eszettem fel. Ó, Jizzó szobor. Már van belőle kettő akkor. Nagyszerű. Nagyszerű. És itt meg csak arra tudok menni, nem-e? Hát oda biztos, hogy nem. Ha és erre, itt lesz fent ennek a tetején az árus, aki kell nekem. Ennél láttam én ilyen firecrackerös megoldást, tárgy vásárlása.
Robert Petárda, ez az a Petárda. Oké, kell nekem. Erszény, elvileg van erszényem. Valahol. Itt is van, fasza. 200-500-ba kerül? 100-ba kerül, oké. Azt mondja, hogy akkor kell még... Még 3. Jó, és akkor... Nagyon fasza. Nagyon intelligensek a varjak ő szerinte. Egyetlenséget nem fogjuk tolerálni. Most megfenyegetett, vagy mi? Hogy tudok visszamenni a izébe, srácok? Elvileg van egy olyan lehetőségem, hogy... Ezzel, ugye? Düledező templom, így van, fasza. Gyors, beaplikáljuk akkor ezt a cuccot. Aztán akkor boss fightolunk egyet. Ez itt csókolom. Leköhögjél, leszel még ennél rosszabbul is. Ennek elintéztük a sorsát rendesen szegénynek. Azt mondja, hogy láng, nyílás. Hát most a balta nem fog kelleni, mert pajzsok nincsenek. Beteszem helyette a firecrackert, és akkor úgy jók vagyunk. Elvileg. Elvileg készen állok. Gyakorlatilag meg majd kiderül. Nézzük a lovast. Ő adta a tanácsot, azért cserébe jó nyakon vágjuk. Lássuk. Késsuk. Ott jön a gyökérkefe. Hova sietsz, haver? Ez most mi? Álljál már meg! Elbasztam. Elbasztam, elbasztam, elbasztam! Hilej, 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 mert elbasztam! Mit csinálsz?
jaj, na most tőle meg a végén, baszod. Na, meg vagyunk, fasza. Shinobi kivégzés. Oké, okay, azt mondja, emlék Gyobu Oniwa, egy rendkívül ellenfél harci emléke, ami sokáig megmarad a farkas elméjében, meditálj egy szobrász báványnál, és szállj szembe a harc emlékeivel, hogy végleg megnöveled a támadó erőt. Mechanikus cső, egy mechanikus cső, amit a szobrásznak adva művétek eszközfejlesztéseket lehet végrehajtani. Úgy néz ki, hogy ez tökéletesen beleszkedik a shinobi művéktek késztőcsontjába. Jó. Szuper. Erőflexió, legyőzte egy rendkívül ellenfelet, aki ellen emlékeidben ismét szembeszállhatsz. És fejlődtünk is plusz egy szintet. Kettőt. Meg egy picit. Jó, fasza, király. Van 3 pontom. Az már megmarad, ezt nem vehetik el. Azt mondja, hogy... Hol van ez a cucc? Erőreflexió... Válasz ki, hogy melyik rendkívül ellenfelet... Ja, ezzel újra lehet küzdeni csak, de elvileg az nem lényeg nekünk, hanem a támadó erőfejlesztés... És akkor emlék, szembeszállás, Kyubu. Ott van a... Egy ilyenfajta emlékre való visszatekintés táplálja a farkas erejét, Gyubu Oniwa valaha hírhett banditák vezetője volt, de Ishin legyőzte őt, és annyira lenyűgözte az erőfitoktatása, hogy befogadta őt Ashina harcosának. Oniwa aztán később Genichiro Ashina legmegbízhatóbb csatlósa lett. Támadó erő fel lett fejlesztve. Na, így ez már jó. Igazából nyomjunk egy pihenést. És akkor... Nyissunk be ide. Várjátok, a kastélyba fel lehet rohanni szerintem. Nem kastély, hanem nem tudom mi ez, torony. Nem volt felszedhető loot? Ez a rész, ez itt... Ott jöttünk a túloldalon, ide, fasza. Lássuk itt mi van. Megvásárolnád a kínálatomat? Szia Misi, üdvözöllek, szép napot! Az elhunytakat találod ott az emlékőrző népet is, a harcmező a mi paradicsomunk. Gyerünk, vegyél valamit a kínálatból. Mik vannak nála? Ibótök maga ezerér? Az egy derék ajánlat egyébként szerintem. Mit lehet eladni nála? 20-ba kerül egy ilyen cukorka, mondjuk ezeket nem szoktam használni, úgyhogy lehet, hogy eladom. Bár nem tudom, mennyi értelme van eladni. Benézem, mennyi pénzem van, veszünk egy ilyen tök mag cuccot. Mert ez nem olyan rossz dolog, hogyha fel van húzva maxra. Azt mondja, egy 500-es meg egy 100-es, hát ez úgy kevés. Később visszajövünk hozzá. De ne felejtsem el, hogy nála lehet venni egy tök magot. Egy újabb patkány. Ekkösz. Éppként próbálnak hívnak. De ezek a szemek, egy éhező farkas. Mert végezzék veled, mondd meg a neved. De ez mit kiabál? Shinobik mindegy formák vagytok.
Névtelenül haltok meg, és senki se gyászolt titeket. Ha akarod egy Shinbu művegtag, ami emlékeztet engem. Félkarú farkas, ez tetszik. Vagyis ez azt jelenti. Sekiro. Így foglak hívni. Oké. Ashina Tenguja. A Tengu az valamilyen izé. Valamilyen rang szerintem. Ott kell köszönt ebbe Ashinába. Bizony, mint hövék lenne a hely. Patkányok. Nemféle patkány volt oda kint. És mindent le kell vágni, az összeset. Úgy tűnik neked tehetséged van egy gyilkoláshoz, hadd segítsek neked ezen tehetséged tökéletesítésében. Mit szólsz Sekiro? Vadászol velem patkányra? Ez valami küldi? Velem tartasz. Patkány leírás, egy leírás azokról a patkányokról, akik belopóztak Ashinába, beszélt Tenguval, elintézted őket patkányok. Bérgyilkosok a Sampu templomból, apró termetőek, bambussapkával jöhet, öltünk a legelején a játéknak, volt egy a híd alatt. Oké, ilyeneket kell keresni. Nezumi no kao, sore to suana zsia. Kitte mairi, sasureba. Mondok valamit, ami segíthet neked a harcokban. Kapunk érte valamit, ha megcsináljuk. Jó. És ez volt az a shortcut akkor. Aha, ez az a shortcut, amit láttam. Zsír. Ó, kezdjük csókolom. Túléltem-e? Nem tudok meghalni. Az átközött Kyobu végre hulla lett. Semmi se változtat, még több háború lesz, még több hulla, és mélyen gyökerező gyűlölet mindenhol pusztítani fog. Hová tűnt ez a sok gyűlölet? Nem gondolkoztál el még ezen? Gondolok, nem? Úgy hiszem, hogy nem. Azért is sajnálok téged, és sajnáltam őt. Magával elbeszélgetett a néni. Sok közös nevezőre jutottunk. Lássuk, hogy itt mi a helyzet. Pénz, az nagyon jó. Leszünk csak fölfele. Láda. Hoppá, imagyöngy, nagyon jó, találtunk egy imagyöngyöt. Azzal lehet növelni majd a HP-t megint. Jó, hát igazság szerint... Ez a rész, ez így ennyi, mehetünk tovább. Lássuk, mi van itt. Ő van, gyere szarházi! Mellé! Oké, ott vannak ketten. Ott vannak a manók. Esetleg a földje nem fogja sokáig bírni, még úgy sem, hogy Genichiro a mi oldalunkon van. Jön a másik küldetésünkkel. Fekete kalapos démonként harcol a kígyó völgyben, kastély oldalán. Egyrészt sem fekete kalapos borz, nem győzhető le harc nélkül. Az ki a tököm.
Oké, ezeket kell szerintem leülni. Szia, Gyula! Ezeket kell szerintem leverni, mint a kapuharat. Viszont, ha jól emlékszek... kelleni fog a balta. Mivel váltam a Y-nak? Opa, azért ne vegyél észre! Hogy osonkodik ide, figyeld a gyökérkét. Vagyok itt haver. Másik szamuráj, ja igen, hát mondhatjuk igen. Kicsalogattam, nem akartam amúgy. Azért jöhetne gyorsabban is. Tudom, picik a lábai. Ja, ilyen faklumpával közlekedik, lol. Hát, nem is tudom. Maradjál, dolgozgass ott a patövébe, itt vagyok. Jó. Fekete puskapor. Nagyszerű, megvannak ők is. Hú, bassz meg. Le kéne adni ezt a küldit most hama. Most ment el a gyógytornászom. Segítsél már a fejem fölé, ki tudom. Na, hát alakul az. Helyes. Nem fogom menni. Hogy nem ugrottam bele. Nem kell, azonnal nem szabad műtétebe beleugrani, mert nem. Főleg itthon nem. Az orvosok általában azt szokták mondani, igen, hogy ez nem lesz olyan, nem jön erre, blablabla, bla, de igenis próbálni kell, akarni kell, aztán a műtét az legyen a legutolsó dolog, mert hogyha az embert megvágják, onnantól kezdve az viszont már nem lesz ugyanolyan. Volt. Oh! Nezumi o katta jo jana. Oh. Tudtam, hogy tehetséged van egy gyilkoláshoz, csodálatos itt a jutalmat, a tiéd. Ezoterikus Asina szöveg, Asina stílus. Oké, kaptunk egy új ilyen technikát. Segít majd neked patkányokra vadászni, és a legfontosabb, hogy a saját csatáidat megvívni. Oké, új technikakönyvet kaptunk, hát igazság szerint még a sajátomat sem tudtam felfejleszteni. Jó, és akkor innentől kezdve mehetünk tovább. Nézzük csak. A technika könyvet azt lehet, hogy meg kéne nézni hama. Képesség, és akkor... ez az ez az Asina cucc. Ichimonji, ez valami ütés. Ezzel megszerezte Ichimonji harcművészet, Ichimonji nehéz felülről érkező karcsapás már az ellenfélre. Nagyban lesebzi az ellenfél tartását, ugyanakkor a sajátunkra visszanyerhetjük erős előrelépéssel. Ó! Left és right button egyszerre. Jól van. És van 3 pontom. Elgondolkodtató. Lehet, hogy egyelőre ezt kéne erőltetni. Ez micsoda? Jelenlét elnyomás.
Lehetett képesség, hogy csökkenti az ellenfél azonnal képességet, hogy megfigyelje, kilopakodik körül. Jaj, nehezebben vesznek észre, érthető. Ez itt egy egypontos képesség. Ez mit csinál? Légi harcművészetek. A levegőben left és right button. Légi harcművészetek, ezt nem vágom. Az három kell hozzá. Ezt az Ichimonji-t ezt kifejlesztem, ez nem rossz. Kalmár Tamás, szia, üdvözöllek a csatornán, nagyon szépen köszönöm a követést, érezd jó magad. Nézzük csak, elvileg a harcművészeteknél be tudom rakni az... Aha, a forgószélvágás nem is kellett volna, az Ichimonji-t fogom használni. Aha, ez az, oké, fasza, ez az. Szia, üdvözöllek. Na menjünk! Firecracker. Megkövetem mindenkit, ugye? Ott volt valami paraszt. Uha, itt van egy dromedár melák, várjál, ez nem fasza. Azok meg bunkók, mint az állat. De ha nem vesznek észre, akkor... ijegyhitelem a vérben, nem fogok vele foglalkozni nagyon. Kell az orgyilkos sem, máshogy nem megy. Nem erő volt szó, barátom! Mit csinálsz? Hol a picsába? Hát ez baj. Ez most nagyon nagy baj, haver. Uha. Ezek most megpattintanak rendesen szerintem. Megvásároljam ezt a játékot, konzolra csak... Azon nincsen magyar itt. Ja, igen, igen, azon nincs valóba. Ezeket át kéne verni valahogy. Mert ezek egyszerre mozognak és ütnek, és az úgy nem lesz jó sehogy. Az a helyzet. Nézzük csak. Nem látom őket, hol vannak. Most a kérdés az, hogy rá lehet-e ugrani. Vagy csak akkor lehet ráugrani, amikor izé van. Aha, jó van, világos. Akkor lehet csak ráugrani, amikor nincs kombat. Zapát? Hüle, na jó. Ne tolass. Hát de tolat. Oké, így gondoltam. Gyere, haver! Mutasd, mit tudsz! Jó, tudja a dolgát. Igen, ezt vágom, hogy el akarsz kapni, csak... Oké. Néztem, igazából kerülhető, hogyha egyedül van,
Hát, ja, mindegy. Most a Bikajon azt tudom, annak neki megyek. Ennyi HP-val azt meglássuk. Lehet hallgatózni. Tényleg azt, hogy valamit akarjuk bevetni harc közben. Tudom, de mégis mi választásunk van. Reménytelen időben, reménytelen megoldásokhoz kell folyamodni, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy azon aggódjunk. Köszönöm, hogy katona, ha továbbra is így beszélsz, végén téged is kitesznek elé. És akkor nem válogat barát és ellenség között. Oké, ez így ennyi. Hát, jó. Ezeket nem lehet kihallgatni. Ezeket nem, viszont azt hiszem, hogy a Bika ellen... Öld meg! Ne engem kúrjál, haver! Baszolj meg akkor! Arra bocsi, mind a kettőt megölött a szerencsétlen hülye! Megölte? Jó, hogy így kelek fel amúgy, teljesen korrekt. Váltás az nem a kedvenceim közé tartozik. Hogyha maradt volna a hílem és nem az óriásokra basszom el, akkor ez meg is lett volna. Mindegy. Mert meg lesz másodikra. Az a néhány túl menjünk, a többi nem számít. Kurva hétszentség, itt már parasztok. Na jó, inkább jövök még egyszer. Amikor már kapkodok, akkor ez van. Nem volt lyuk. Nem is ezt akartam átolni, mindegy. De öreg, az animációból ki se jöttem még, és már ütnek, nem már. Oké. Okay. Megy ez csak.
Az óriásokat... Az óriásokat ki fogom kerülni, nem fogok szarakodni velük. Szerintem. Ezeket egyszer levertem, elég volt. De nehogy ám már. Oda szépen menj vissza a helyedre, azaz. Úgy-úgy, jó lesz, jó lesz. Oké, fasza, így már jobb volt. Látszik, hogy nem volt el folyamatosan. De hadd rá! Megvan. Bikuci. Képességek. Egy rejtett képességem megnöveli a gyógyító tárgyak hatékonyságát. Ó. Oh. Vagyunk. Oké, checkpoint mentést azonnal veszem fel. Nagyszerű. Hogy állnak a képességekből megszerzett dolgok? Kettő darab, jó, hát akkor még ráérünk. Hála mennyeknek, hála mennyeknek. Miért imádkozol? De, ott hallottál már a Szempú templomról. Kongó hegyi Szempú templomban egy nagyon különös szent ember él azon a helyen. Gyere, csatlakozz velem az imádkozásban. Hála az égnek, hála az égnek. Oké. Lehet menni arra. Lehet menni arra. Itt egy emléktöredék.
Lord Kuro. Eljött az idő. Eiichiro mester már vár. Visszatér a Kashina kastélyának tetejére. Farkas. Korábban használt nácsíp. Ezután nem fogom használni, hogy téged hívjalak. Ah. Oké, és akkor... nézzük erre, mi van? Ez gondolom shortcut lesz. Várjál, nem, ez kinyílik. Aha. Nice. Itt van valami csatorna. Ami igazából itt is itt van. Shortcut valahova. Ez hova szól ez a rész? Jaj, azt hiszem ezt tudom. Oké, pihi. És lehet őket fülelni. És nem, hogy láttak errefelé. Én is ezt hallottam, de manapság minden naposak tűnik ez. Ezeket a jelentéseket. Oké. Na nézzük csak. Jó. Jó, és akkor... Anyád az! Normális vagy? Egy csörömpöl nekem az edénye, ökör állat. Jaj, itt voltunk kezdésnél ezen a helyen, már vágom. Kezdésnél ezen a helyen voltunk. Nem? Bassza meg! Ezt nem akartam, mert itt egy csomó olyan ógre van. Eddig jók vagyunk. Ógrékat, azokat le kéne likvidálni így simán csak izébe. Mélibe. És mi ez? Settenkedésbe. Ezt nyom, mint azt le kéne valahogy ütni. Anyád. Van még puskás. Hol van ez a puskás? Jó, mindegy, azt, a ugrét azt leszúrom, azt utána a többit azt mesmele vágom.
Na, ez baj. Azt mert mondja, hogy a gazba hogyan tud észrevenni. Hát, de baszik, megy el és a hátán is van szeme, vagy most ez mi? Vigyázzak velük, mert simán be fog ütni a falon. Tippre ezek hülyék. Oké. Okay. Jó, jók vagyunk. És még van egy puskás valahol, aki előbb látott engemet. Ott van fönn a... Hát nem is tudom. Először ezt ógrét kéne innen leszedni. Oké, fasza. Na, végre tudok lootolni normálisan. Megvan minden, mindenki. Na hát... Nézzük őt! Itt Sviász, üdvözöllek a csatornán, köszi a követést! Húha, ez erős volt. Az söprő támadás volt, ugye? Ha jól láttam. Ez már szúró támadás volt, oké. Okay. Az egyik söprő, a másik szúró, az egyikre fel kell ugrani, a másikat meg le kell taposni. Az fasza lesz. Adásul nincs nagy ablak. Nincs nagy hárítási ablak, úgyhogy kapják be. Kapják be a tökömet. Baszki. Azt benéztem szerintem. Nem ez volt a terv, jó? Nem ez volt a terv. Csak úgy mondom. Pihenés. Na még egyszer. Oda hogyan lehet átjutni? Oké, ez így jó. Most nem ölök le mindenkit, hanem ez csak első kanyarban volt. Hát kivéve persze ezeket a... Ezeket és akkor megyünk itt oldalt tovább. De... Pont jól jön ki az ógre mocsoknak a izé. Jó, szerintem már nem látnak. Jó, már nem látnak, szuper. Oda néz. Egyszer ezt mondtad nekem, de mit tenned kell?
Miért kaptam én ezt az erőt? Nagyon jó. Ó, lehet, hogy hátba tudom támadni ezt a öcsköszörűt. Aha, hátba fogom tudni támadni ezt a pöcskös szörűt. Kár, hogy itt ezt mindig meg kell csinálni. Na, kis barátom, ezt benyaltad. Na gyere, 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 gyere. Azt a kurva életbe. De így nem szabad csinálni. Öreg, normális vagy? Hú, bazzik, ez mi? Gyakorolni kell. Nem látok? A faltól ki kell jönnöm, mert a saját pöcsömet sem fogom látni. Vagy inkább pont csak azt, annyit látok, nem tudom, de... ja. Ez a falas cucc, ez nem adja. Leüssed azt a szart! Lehet, hogy ezeket le se kéne ütni, nem? Csak elmenni mellettük, aztán cső. Mikor az a baj, hogy ezt a balfasz mindenképpen le kell ütni. Oké. Okay. Elég keményeket üt egyébként ez a tábornok, vagy nem tudom ki ez. Na gyere, parítja! Na jó, van, fejezd már be. Igen. Ez aimlockolt célokat, ezeket bazdek, nagyon utálom, hogy ezt alkalmazzák. Most egyszer megtántorodik, utána nem, ó, bazd meg.